Nagy Réder Dalma rendszeresen vesz részt szűrővizsgálatokon, azért, mert, mint mondja, fontos számára az egészsége. Most elsősorban a kardiológiai vizsgálatra jelentkezett, de minden lehetőséget kihasznál arra, hogy megtudja, mit kell tennie egészsége megőrzése érdekében. Mindegyik szűrővizsgálatot szeretném, amire lehetőség nyílik most ebben a szűrőprogramban. Ez a test csontsűrűségmérés, testtömeg összetételmérés, az állapotfelmérés, ahogy láttam, dietetikai tanácsadás van. Azt mindig szeretem meghallgatni, mert cukorbeteg vagyok, és érdekel, hogy mikor, miket javasolnak éppen. Ahogy az egészségfejlesztő irodavezetője mondja, pont ez a lényege ezeknek a napoknak, hogy a résztvevők átfogó képet kaphassanak egészségük állapotáról. Mint Csutahúj Beranita fogalmazott, az idősek mellett már egyre több fiatal is jelentkezik a vizsgálatokra. Általában a kardiológiára jelentkeznek a legtöbben. Természetesen minden más szűrőprogram is nagyon érdekes a résztvevőknek. Annak nagyon-nagyon örülünk, hogy most már egyre több aktív korú is eljön ezekre a szűrésekre. A mai napon például 25 éves a legfiatalabb résztvevőnk. Ez azért is nagyon fontos, hiszen ugye attól függően, hogy valakinek, vagy attól függetlenül, hogy valakinek nincsen egészségügyi panasza, problémája, attól még ugye lehet, hogy van egy emelkedett vércukorértéke, vagy egy csontállomány csökkenése. A szűrőnapon lehetőség volt általános állapot felmérésre, érállapot és kardiológiai szűrésre, csontsűrűség és testösszetételmérésre, valamint dietetikai és mentális tanácsadáson is részt vehettek az itt élők.